Ezt a levelet 269 évvel ezelőtt, 1753. májusában gróf Károlyi Ferenc írta. A telepítési pátenslevélben a Békés megyei jobbágy gazdáknak ígért kedvezményeket azért, hogy Nyíregyházára települjenek. Az esemény apropóján minden évben városnapi programsorozatot szervez az önkormányzat. A megyei levéltárral közösen Nyíregyházi Anzix címmel helytörténeti előadásokat is tartottak. Ez egy olyan jelentős évforduló Nyíregyházának a szempontjából, amely 269 évvel ezelőtt a városúra telepítéséhez vezetett, és rá 30 évre már temploma volt, már városközpontja volt a városnak, tehát az ide települtek, akik idejöttek Szarvasról, a Felvidékről, az ország különböző pontjairól, ők nagyon nagy munkát tettek ebbe a városba bele, és abba is, hogy ez a fejlődés az lényegében töretlen legyen már majdnem 270 éve. Az eseményen a város újratelepítésében résztvevő Békés megyei családok történetéről is hallhattak előadást az érdeklődők. Az újkori Nyíregyháza megteremtésének, kultúrájának alapjait adták ezek a telepesek. Generációkon át a legfontosabb emberi közösségek meghatározó köteléke a családi kapcsolatokban nyilvánult meg. Még több generáción át a házasodási, komasági kapcsolatok is fönnálltak a kibocsátó Békés megyei települések és Nyíregyháza között, de nagyon fontos összekötő elem volt az evangélikus hit, amely ugyanúgy Békés megyében, mint itt Nyíregyházán is egy meghatározó dolog volt. A rendezvényen szó esett arról is, hogyan változott Nyíregyháza városképe a modern építészeti trendek hatására. Van egy trendje Nyíregyházának, a szerkezetes építészet, amelyik egy iskolája lett, és messziről nézve azt mondják, Nyíregyháza ilyen szerkezetes. Hát ilyen a művelődési ház is, egy csomó szerkezetes ház, amely körülötte épült, a színészház, az SMT, de a volt pártház is, minden, amelyik a szerkezeteit kívül hordja. Aztán nagyon sikeresek azok, amikor beilleszkednek a történeti városképben az új épületek, tovább építik azt, és gazdagítják, és összeegyeztethető a múlt törekvéseivel a jelenkor új trendje. Ilyen például a színház, ilyen például az a lelkipásztori központ a katolikus templom mögött. A program kísérő rendezvénye az Azok a 80-as évek című vándorkiállítás, melynek utolsó állomása a megyei levéltár. A Magyar Nemzeti Levéltár és a Szentendrei Skanzen közös projektje indult el tavaly, amikor egy 1984-ben készült fotósorozatban szerették volna bemutatni a településeket. Sajnos a mi megyénkből, Nyíregyházáról nem készült ilyen, csak Nagyecsedről és Máriapocsról, valamint a hozzájuk tartozó településekről. De mi úgy gondoltuk, hogy a nálunk lévő anyagban főképpen személyes és családi anyagok ezek. Megmutatjuk, hogy hogy nézett ki 1984-ben, 85-ben Nyíregyháza, úgyhogy ezek a képek a mi anyagunkból készültek. A fotókiállítás június közepéig látogatható a megyei levéltárban, addig a városalapításhoz kapcsolódó eredeti dokumentumok is megtekinthetők a helyszínen.